Vármegyéről Vármegyére. Győr-Moson Sopron. Az erényes lány tragédiája. Deli Mári balladája. Szegény Deli Mári de sokat szenvedett, mikor a ladikból a Dunába esett. Jajgatott, jajgatott, senki se hallotta, szegény Lajos bátyja a parton síratta. Csináltatsz-e, bátyám, diófa koporsót? Csináltatok, húgom, márványkő koporsót. Elkísérsz-e, bátyám, temetőkapuig? Elkísérlek, húgom, örökös hazádik. A történet szívbe markoló. A lány őröltetni megy a malomba. Megkívánja őt a molnár, ám Mári nem adja magát. A felajzott legény erre dühében a Dunába veti áldozatát. Márit rakott szoknyája fenntartja a víz felszínén, mire gyilkossa a ladikból, lapáttal alányomja. A népballada a felpéci Deli Máriról szól, és egy megtörtént bűnügy alapján keletkezett. A győri születésű dr. Lanzendorfer Zsuzsanna 21 variánsát találta meg Győr-Moson Sopron vármegyében több helyen, így Ráva közben, Sziget közben, Sokoró alján, sőt a Duna északi partján, Csilisz közben is. Az egyik adatközlője, Szarka Ferencné Varjú Julianna 1996-ban énekelt el neki a balladát Felpécen. Rálelt a ballada szöveg népköltészeti előzményére is, amely Kis Dénes népdalgyűjteményében található 1844-ből. A felpéciek a történetet a sajátjuknak tekintik. Rendezvényeiken rendszeresen eléneklik Deli Mári balladáját. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.